Sziasztok! Ez itt a Wanted Podcast, amelynek mai András... Tökéletes felütés! Amelynek mai Andrásában... Szóval... Felkonferálom én. Igen. Sziasztok! Ez itt a Wanted Podcast, aminek én vagyok a mai vendége. Igen. Wanted Podcast. A Wanted magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Wanted Podcast legfrissebb adása, és mai vendégünk Vörös András lesz. A mikrofon túlsó felén pedig Bihari Balázs és... Danny Wide. Sziasztok! András sokféle minőségében ismerhetjük, ugye van, aki a Fresh Fabric, a... Még szuper, olyan is van, igen. Superbát, az ördög... énekeseként találkozott vele, van, aki esetleg könyvkiadóként ismeri őt, megint mások podcast műsorvezetőként a jövő zenéje kapcsán. Én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha onnan indulnánk el, hogy mi volt Oviban a jeled. Vödör, kérlek szépen. Pedig a megafon és az olvasó szemüveg között. Nem, vödör volt. Nagyon sokáig meg volt tanulva győződve, hogy mindenkinek olyan jele van, aminek a betűi azok megegyeznek a nevével valahogy, és aztán utána már felnőttként szembesültem vele, amikor talán a feleségem mondta, hogy hülye vagy nem, egyáltalán szó sincs arról, hogy mindenkinek valami ilyen kell, hogy legyen. Igen, egyébként. Most azon gondolkozom a felvezetés... Késői felismerés volt, oda, akkor ezek szerint. Hány ilyen késői felismerés van az ember életében, ugye? Hogy vagy a Balázs írta egyszer, vagy a Német Robi, hogy én vagyok az az ember, akit Budapest éjszakájában egyszerre több helyen is lehet látni adott én pillanatban. Voltam. Igen, ez mondjuk egy jó 15 évvel ezelőtt volt kb. Szerintem igaz. De hogy igen, ez kétségtelenül így van, hogy sose bírtam eldönteni, hogy most melyik kalapot szeretném én magamon a legjobban látni, és azért aztán így mindegyik fennmaradt. És ebből következik az, hogy az ember sok mindent csinál, az azért jó, mert akkor egyhez se ért igazán, tehát semmibe se olyan igazán profi, mint akik tényleg csak azt csinálják, de mindenben egy kicsit bele lehet kapargatni, meg kóstolni, és az is érdekes. Mai napon február 16-a van itt a felvételi időpontjakor. Volt egy születésnapi koncert, Hobó 77, te ott voltál ezen? Nem voltam ott, tökre sajnálom, hogy nem voltam ott, de hogy az a dilemma merült fel, hogy kellene most lassan már új anyagot csinálnunk az akusztik projekttel, a Diabolusi muzikával, és pont vasárnap este volt idő rá, hogy elmenjünk egyet énekelni, és tényleg ez volt, hogy gondolkoztam nagyon rajta, hogy hát mégiscsak azért el kéne menni, ugye a 66-oson ott voltam, a 2013-ason, 11-esen. 11 éve. Igen, de hogy aztán valahogy győzött, mégis azzal győztem meg magamat, hogy de azért az embernek a saját dolga az mégiscsak legyen már fontosabb, tehát hogy így akkor mindegy, elmegyek, aztán föléneklek három dalt inkább a saját anyagból, de pont egy haveromat hoztam be Surányból a telekről, aki ment oda, és utána már hívtam is, hogy milyen volt, és mondta, hogy nagyon jó, és lesz még, úgyhogy igazából majd. Vagy inkább elmegyek egy kis klubba megnézni. De neked így egy ilyen eléggé meghatározó gyerekkori élmény a Hobó, nem? Abszolút, igen. Hát eleve az első olyan lemez életemben, ami már nem a Bonnie M, vagy az éppen aktuálisan akár rádióban, vagy mit tudom én, hol hallott dolog volt, az pont a közép-európai Hobo Blues volt, amit, mit tudom én, 80 tájéken megjelenése után egy-két évvel Kőszegen az egyik unokatesomnál a kezembe került a bakelit, és annyira megfogott, hogy a hátsó borítóján ugye ott ülnek egy ilyen mozgólépcső tetején, és esznek valamit, és van egy márkás üveg, amit én nagyon szerettem, mint minden gyerek gondolom, és hogy ez valahogy ez itt tökre megragadt, hogy így egy márkás üveg ott van azon a borítón, elkezdtem hallgatni, és hát ugye az volt az első ilyen, ami beütött nekem már, mint rockzene, és aztán utána megfejlődött ez azzal, hogy a 80-as évek végén, amikor a Lágymányosi Közösségi Házban volt ugye a Hobónak a klubja, mi meg ott, akkor is ott laktunk, meg én most is ott lakom a Fehérvári út túlfelén, 200 méterre gyakorlatilag a helytől, és hogy akkor én minden vasárnap éveken keresztül én is ott voltam, mint ahogy Balázs, talán te is nem vagy. Nem egészen egyébként. Jártam egyébként párszor Hobó klubba, de te nem voltam egy ilyen megrögzött Hobó fan abban az időben. Nekem ez valahogy
valahogy így a 7.-8. osztályos koromhoz kötődik egyrészt, másrészt pedig a vadászati időszakhoz, tehát az olyan 84, és akkor aztán van egy hatalmas nagy luk, és ez sokkal később jött vissza nekem. Ezt egyébként én is megfigyeltem magamon, egy csomó mindenem pont ezt akartam mondani, hogy te ugye pont azzal a 3-4 évvel vagy nálam idősebb, hogy el tudom képzelni, hogy neked is az volt, amiért nekem kimaradt a komplett Kispál tankcsapda és minden egyéb univerzum, hogy akkor, mikor az ember már 20 körül volt, és már maga is elkezdett próbálkozni ezzel, vagy 18, akkor onnantól fogva, ugye ezekre az előadókra már nem példaképként tekintettünk, hanem egyfajta, mit tudom én, a konkurenciától a kollégáig bármi, ami persze nagyon vicces belegondolni, hogy azért ők akkor már egy komoly produkciót hoztak létre, mi meg szerencsétlenkedtünk egy próbaterembe, de mégis, hát nyilván az ember ilyen késő tizenévesen ezzel úgy van, hogy picsába mindenki, én leszek a király, és hogy ugye én még a Hobót még gyerekként tudtam nagyon szeretni, meg ott még nem volt ilyen érzésem, hogy nekem is valami ilyet kéne csinálnom, és nem tudom. De mondjuk már pont ez a Kispál tankcsapda dolog, ez nekem már úgy maradt ki, hogy az az évtized, a 90-es évtized, az már nekem is arról szólt, hogy próbálkozunk mi is, meg csinálunk is valamit, meg a végére már valamennyire talán össze is jött. És akkor így nem hallgattunk semmi ilyet, mert hogy akkor megvolt ez a butaság a fejünkben, hogy ami magyar, az provinciális, az nem jó, az nekünk a, nem tudom, nyugat fel, Párizsra kell vigyázó szemeinket vetni, és aztán utána eltelt pár év, és aztán rájön az ember, hogy ez micsoda hülyeség, hát milyen kurva jó dolgok voltak abban az időben, amiről így lemaradtál, de mégis. Hát igen, meg azért ott 18-20 éves korodban, főleg, hogyha mondjuk csinálsz is valamit, akkor az emberben abszolút benne van az a svunk, hogy hát én vagyok a legnagyobb király. Így van, így van. Az, amit én csinálok, az a jó. Esetleg még a haverjaim. Aha, persze, persze. De az is legyen ismeretlen, tehát igen. hogy együtt kell nekünk áttörni a falat. De hát ez valahol természetes, tehát hogy egyfelől így felnőttként, vagy nem tudom, középkorú öregedő emberként a néha ilyen kicsit szomorúan nézed, nem, hogy amikor a fiatalabbak közül egy csomóan ugyanazokba a csapdákba beleesnek, amikbe te is. És akkor mindig arra gondolsz, hogy hát hogyha hallgatnának az idősebbekre, aztán mindig rájössz, de hát ha hallgatnának, akkor meg nem lenne bennük annyi spiritus, hogy egyébként olyan jót csináljanak, amit egyébként csinálnak, mert hogy nyilván az meg benne kell, hogy legyen egy ilyen társaságban vagy emberben, hogy picsába az öregekkel, nehogy már én majd meghallgassam azt, amit ők mondanak. Úgyhogy ez egy ilyen feloldhatatlan ellentét, és talán nincs is ezzel baj. Tehát, hogy... és aztán, ahogy ugye mind a kettő, vagy itt mind a hárman beszélünk róla, egy idő után úgyis visszatállsz. Tehát egy idő után az van, hogy így felfedezgeti az ember, hogy hát azért ezek tényleg jó dolgok voltak, még akkor is, ha akkor is ott én mondjuk pont nem néztem, vagy hallgattam. De a Hobóra visszakanyarodva nekem ő még egy ilyen gyereki dolog, de aztán onnan is eltűntem 18, én is körülbelül 18 éves korommal, tehát 89-90 tájékán, lehet, hogy már ők sem voltak a lágymányosiba. De ha voltak is, én már nem voltam. Szerintem voltak. Szerintem lehet, hogy most 90-91-ben is nem, a pontos évre már nem emlékszem, de lényeg az, hogy aztán a gimnázium végével úgy én is onnan eltűntem, és aztán tulajdonképpen egy-két véletlen esetet leszámítva, amikor valahogy belefutottam, vagy még olyan is volt, hogy székelyföldi rockmaratonon egyszer egymás után játszottunk, én is jóformán a 2011-es Aréna koncerten voltam utoljára, meg aztán utána még talán Kapolcson egyszer-kétszer láttam, de arra tök büszke vagyok, hogy amikor a Diabolusszal megcsináltuk a Bob Dylan feldolgozást, ugye az All Along the Watchtower, miután ugye a szövegnek már van a Barna Imrének egy szabatos fordítása, meg a Hobónak is van egy fordítása, ezért gondoltam, hogy akkor én csinálok egy sajátot, ami nyilván egy kicsit kalandozhatott már innentől fogva jobbra-balra el, tehát nem kellett annyira nagyon precíznek lennie, mert hogy gondoltam, már van kettő, és azt én elküldtem mind a kettőnek, a Barna Imrének is, meg a Hobónak is, és a Hobó is tök aranyos volt, és válaszolt, és azt mondta, hogy igen, szerinte ezzel nincsen semmi baj, úgyhogy nyugodtan menjen, már mint nyilván nem kellett hozzá az engedélye, csak hogy ez egy ilyen jó leső érzés volt. Meg pont az, hogy akkor így meg is írtad neki igazi rajongóként, mert előtte nyilatkozta valahol, hogy hát egyedül van ő ezen az úton, mert nem követi senki, és akkor így én pont azt mondtam neki, vagy azt írtam neki, hogy nyugodjon meg, nagyon sokan követik, csak pont azért, mert ő is egy tök egyéni utat jár be, ezért az, aki követi, az nem úgy fogja követni, hogy ő azt észrevegye, mert hogy nem tök ugyanazt fogja csinálni, viszont hogy egy csomó mindenkit inspirál, aki aztán már mást csinál, saját magával mást kezd, de mégis nem lenne ott, hogyha nem lenne meg ez az inspiráció. Egyébként tök érdekes, hogy amit elkezdtél gondolatmenetet, nagyjából pontosan ugyanezt mondta Szabó Andris pár hónappal ezelőtt. Na, hát tessék. És hát nem véletlen. Igen, persze. Nem tudom, te ismered a Szabó Andris, bocsánat.
Hát úgy, ha hetedikes korunk óta egyébként, általános iskolás korunk óta, mert hogy igen, amikor én a Bikszádi utcai általános iskolából átmentem a Váli utcai általános iskolába, ahol egyébként a gyerekfogászat volt, és azért mindenki utálta azt a helyet, vagy fél tőle nagyon, és az épület is ilyen régebbi, ott van ugye a Körtér Váli utca sarkán, mind a mai napig, csak most nem is tudom, József Attila gimnázium van benne, azt hiszem, és ott kerültem én abba az osztályba, amiben ő is volt, és aztán utána együtt jártunk gimibe, aztán együtt csináltunk zenekart, és aztán hát gyakorlatilag ugye egymás szájába éltünk egészen 2000-ig, ahogy ez a fiatal zenekaroknál lenni szokott, hiszen az ugye még család, nem munkahely, meg nem tudom semmi, hanem ott tényleg a családi kötődés, szintű kötődés legalább annyit számít, ha nem többet, mint a konkrét zenélés. Aztán utána elváltak az útjaink, és hát azóta azért mondjuk egy viszonylag blaza a kapcsolat, de hát nyilván az, hogy a majdnem 30 éves korodig azért sok minden köt össze, az meg is marad örökre. De mielőtt ebbe az időszakba mondjuk belevágnánk, így a 90-es években, szerintem még ugorjunk vissza egy párhuzamosan, hogy a zenén kívül milyen egyéb élményeid voltak, például olvasmány élmények, amelyek aztán mondjuk így tovább hatottak akár így a jelenbe. Hú, azt már nehéz felidézni, hogy mit, mikor olvastam, mert hogy a sok meghatározó dolog nekem egyébként később jött. Tehát az az érdekes, hogy, és ez talán egy jó hír sok mindenki számára, hogy nem muszáj, vagy legalábbis nálam is ez így volt, hogy én mondjuk 10 éves koromban, meg előtte persze sokat olvastam, de Rejtőt, meg Stephen Kinget, meg Agatha Christie-t, meg nem tudom. Az izgalmasokat. Így van, meg előtte Karl Mayt, meg hát nyilván ami akkor az én életkoromnak megfelelő dolog volt, és hogy a klasszikusok nekem teljesen kimaradtak, még gimibe is, tehát hogy így tényleg az volt, hogy belelapozgattam egy-két dologba, de hogy mondjuk mit tudom én, Örkény egyperceseken kívül kevés olyan dolgot tudok mondani, ami abból az időből. Tök érdekes például, hogy mind a mai napig sem olvastam a Mester és Margaritát, mert most már elfogom, mert hogy egy csomó mindenki mondja, hogy úristen, az milyen jó, és hogy ez pont ilyen gimis élmény, de nekem akkor még az is kimaradt. Tehát, hogy alapvetően azok, nyilván a Stephen King meg az Agatha Christie azért az kevéssé fogja meghatározni a későbbi gondolkodásodat majd, de hogy amire én például emlékszem, hogy nagyon sok, tehát hogy ami már tényleg ilyen konkrét jellemfejlesztő hatása volt, az mondjuk a Becker Ivánnak a dolgai, amit én nagyon-nagyon imádok mind a mai napig, de azért az már 90-es évek második felében indult, tehát már akkor én 25 voltam meg a fölött, amikor először a nem tudom, Népszabadságban mindig a Tárcáit, aztán utána elkezdtem a könyveit olvasni, és aztán utána az ilyen 10 éven keresztül meghatározó maradt, hogy nagyon imádtam minden gondolatot, ami abba volt. Az még talán pont az az életkor volt, amikor még egy kicsit fogékony vagy erre, hogy még így tényleg tud fejleszteni valamit a jellemeden az, amit így olvasol. Aztán később már nyilván, később is nagy élvezettel olvasol egy csomó minden, de hogy akkor talán már azért ez kevésbé formálja, nem a felnőtt jellemedet. Hát vagy legalábbis az nem akkora felfedezés, nem? Mert szerintem egy csomó minden van, ami nem érzel felfedezésként, vagy nem azt mondod, hogy úristen, de mégiscsak egyébként csiszol közben. Tehát... Persze, hát egyébként nyilván. Hát nyilván ez a legjobb ugye az olvasásban is, meg a mindenféle művészeti élmények fogyasztásában, hogy olyan dolgokat mutat meg, amire kíváncsi vagy, meg át is akarod élni, de nyilván nem akarsz ott lenni fizikailag. Tehát, hogy egy csomó dráma van, amiben jó, ha bele tudsz te is helyezkedni, de azért hála az Istennek, ha neked azt nem kell személyesen végigcsinálni, akár már egy kriminél is, tehát, hogy nyilván az embert izgatja, hogy úristen, mi történik, amikor bűncselekmény van, de azért nem baj, hogyha nem téged rabolnak ki, vagy vernek meg, vagy ölnek meg, vagy nem tudom, vagy kerülsz akár a másik oldalról a helyzetbe. És persze, tehát, hogy ezek nyilván mind csak hát gondolom, ahogy egyre öregebb vagy, egyre több dolgot éltél már át virtuálisan vagy valósan, és egyre inkább az van, hogy tudsz rá bólogatni, hogy ó, igen, ez tényleg ilyen volt, vagy ó, ezt nem is gondoltam volna, de azért az már a... Szóval hát ez így. Na, de az alapköveid le vannak rakva. Igen, pontosan. Na, de hát ez nem azt jelenti, hogy most nem lenne tök jó olvasni egyébként. És mondjuk az a jó, hogy attól még mindig tudok egy olyan távolságot tartani, bár most már azért egyébként az a zenében is megvan, hogy nem vagyok úgy feltétlenül, mint Horváth Viktor, az egyik kedvenc kortárs magyar íróm, akitől egyszer kérdeztem, hogy és Viktor, te miket olvasol így a kortárs magyarból? Mondta, hogy semmit nem olvasok, miért olvasnék, de még nagyon kortárs külföldit se figyel. Ha jobb nálam, csak irigy vagyok, ha meg rosszabb, akkor minek vesztek, és sem az időmet rá.
és tulajdonképpen ebben azért van valami, igen, és azért örülök neki, hogy egyrészt az irodalmi részben én ugye alkotóként azért nem folytam igazán soha bele azért, hogy ennek az érzésnek nem kell meglennie, és most már a zenébe is tudok annyi távolságot tartani, hogy ott sem gondolom azt, hogy én ne hallgathatnék rajongva kortárs magyar dolgot, és nem mondhatnám azt, hogy úristen, ez milyen kurva jó, mert nyilván érti az ember, hogy mondjuk nekem egy Krúbival soha nem kell már versenyeznem semmilyen szinten, nyilván nem is tudnék, de hogy nem is dolgom, tehát nem kell azt éreznem, hogy jó ez, de hogy lehetnék én még jobb ennél, hanem azt lehet mondani, hogy ez itt tök más dolog, amit tudok tényleg fogyasztóként élvezni. Mikor és mennyire nyílt meg ez a spektrum, vagy ez a horizont neked mondjuk akár zenében, akár a könyveknél? Szerintem mind a kettő egy olyan bő 10 évvel ezelőtt, tehát nem olyan nagyon régen, amikor én így kikerültem ebből a nagyon aktív, abból a létből, hogy egyszerre több helyen adott éjszakában, meg hogy a tényleg a szervező és a központi figurája, nem tudom, egy bizonyos szubkultúrának, vagy egyik központi figurája. Mert ugye a 2000-es évek az nagyjából erről szólt, tehát hogy 90-es években beletanulgattunk ebbe, kényszerűségből is, meg alkatból fakadóan is elkezdtünk mindent magunknak csinálni, tehát hogy nem volt külső szervező, és akkor ez a 2000-es években csúcsosodott ki azzal, hogy ott ugye a sokszor emlegetett BPRNR megalakult, abból lett szervezőiroda, abból lett külföldi koncerteket szervező cég is a másik oldalon, és akkor tényleg az volt, hogy az egész budapesti éjszaka az egy ilyen nagy parti volt, ahol az ember mindenhol otthon volt, mindenhol bejáratos volt, egy csomó mindent ő maga szervezett. Nyilván nem csak én egyedül, de hogy abban a körben azért voltunk a jó sokan vagy páran ilyenek. És akkor nem maradt idő figyelni arra, hogy tulajdonképpen mi is az, ami ott történik alkotás szinten, hanem így az volt, hogy a legjobb példa erre, amikor tényleg olyan zenekarokra, mint mondjuk az Isten háta mögött, 10 évvel később volt alkalmam arra, hogy lemenjek egy akkor még talán pont az utolsó koncertjék egyikére, és így végignézem, és hát ez milyen kurva jó. Én ezt miért nem láttam soha, miközben mondjuk ott voltam az összes koncertjén gyakorlatilag, ami Budapesten volt, csak mindig hátul, meg kint, meg a kapuban, meg a büfében, meg a nem tudom hol, és hogy amikor aztán ez így viszonylag hirtelen véget ért, mondjuk 2010-es évek elején, akkor jött az a pillanat, amikor tényleg el tudtam kezdeni fogyasztóvá, vagy még szebb szóval befogadóvá válni minden szempontból. És egyébként a könyveknél is nagyjából ez volt, mert ott meg valahogy a 2010-es évek közepétől kezdtem el egyre aktívabban dolgozni a családi könyvkiadóban is, és akkor ott kíváncsiságból azt gondoltam, hogy én tényleg tudnia szeretném, hogy mi történik a magyar kortárs dologban, és azóta elég sokat, sőt, szinte csak azt magyar kortárs irodalmat olvasok, aminek persze ugyanúgy nem lehet a végére érni, tehát ott meg mostanában lesz majd az, amikor azt gondolom, hogy egy kicsit mást is el kéne kezdeni olvasni, mert hiába gondolom, hogy lesz egy teljes spektrumról, nem lesz, mert minden évben van egy csomó tök jó új dolog, amiről nem is hallott az ember, és így, na mindegy. Úgyhogy ez, tehát, hogy ez nekem a mondjuk azt, hogy a 40-es éveimben történt meg ez a fejlődés, amikor így elkezdtem befogadóvá válni a kortárs magyar művészetnek. Még egy picit ugorjunk vissza ebbe az időszakba, hogy miért pörgeti az ember ennyire túl magát? Én azt hiszem, ez mind a hármunknak megvolt eléggé. Hát gondolom, keresi önmagát, nem? Tehát, hogy van az a tényleg azok az évek, amikor még úgy nem feltétlenül tudsz egy öregebb ember minimális bölcsességével, nem tudom, nézni a dologra, és azt gondolni, hogy nem kell nekem a legjobbnak lenni mindenbe, sőt, semmibe se kell a legjobbnak lenni tulajdonképpen ahhoz, hogy boldog és elégedett ember legyek, mert hogy az élet nem verseny, de egy darabig azt hiszed, hogy az, nem? Tehát, hogy... Mert kell az adrenalin, igen, nem? Tehát igen, az, ezt az adrenalinért vagy ott. Meg hát erre kondicionál egy csomó minden, hogy már az iskola is, meg a minden, hogy neked ott versenyezned kell, hogy aztán jó legyen, meg pénzed legyen, meg nem tudom, és aztán egy idő után rá kell jönnöd, hogy de hát figyelj, sose lehetsz első, mert mindig lesz hozzád képest olyan, aki nagyobb, több, jobb, nem tudom. És aztán egyszer csak eljön az a pont. Nyilván ennek kell, nálunk is volt külső hatás, tehát, hogy éppen szétesett az a cég, amiben csináltuk a külföldi koncerteket, ami egy fontos, nem tudom, ilyen aduász volt az ember kezébe, hogy igen, én a csomó nagy zenekarral személyesen is találkozom hátul, meg tudom, hogy működik ez a rendszer, és nem tudom. És aztán, amikor van egy-két ilyen külső behatás, ami miatt ez valamiért nem megy úgy tovább, akkor ez egy váltás.
Hát ez egyébként most nem akarom itt összemosni nagyon a dolgokat, meg nem mondanám azt, hogy a Covid egy milyen jó dolog volt, de hát itt gyakorlatilag azért ez egy ugyanilyen történet, hogy ha most ezt nevezhetjük mókuskeréknek, bár az egy kissé pejoratív, vagy nevezhetjük csak napi rutinnak is, amíg benne vagy, addig azért az visz előre valamennyire. Abszolút. És pont ez van, amit mondasz, amikor van egy ilyen típusú váltás, akkor simán benne van az, hogy nem kezdesz bele még egy ilyenbe, mert egyébként nyilván meg tudnád csinálni, mert már megvan hozzá az ismeretanyagod, az infrastruktúrád, a bármi, de egyszerűen azt mondod, hogy egy kicsit hátrébb lépsz, és szerintem tényleg egyébként, ha bármiféle jó hozadéka van ennek az elmúlt két évnek mondjuk, akkor az talán ez, hogy sok esetben, ez szerintem nem társadalmi szinten, de egyének szintjén létezik, hogy bizonyos dolgok letisztulnak emberek Abszolút. Életében. Abszolút. És hát azt gondolom, azon is múlik, hogy mennyire vagy versenyzős típus, vagy mennyire vagy kevésbé az, vagy konfliktus kerülő. Hát ugye ezt a legnagyobban mondjuk Károlynál, Gerendainál lehetett megfigyelni, akinek szintén jött egy olyan pont az életében, amikor egy teljes váltást csinált, és hogy onnantól nem az volt neki a legfontosabb, hogy most ugyanúgy megmutassa ugyanabban a dologban még egyszer. És velem is például így volt ezzel a külföldi koncertszervező sztorival, hogy amikor így vagy úgy, de az így szétesett az a cég, amivel ezt csináltuk, akkor én is így végig gondoltam, és azt mondtam, hogy most a többiek azok maradtak abban a rancsban, vagy az iparágban. Én meg végig gondoltam, hogy most tulajdonképpen akkor van-e kedvem nekem ezt az egészet előről kezdeni, csak azért, hogy, vagy pedig egyszerűbb hagyni, hogy akkor jó, akkor az ott menjen a maga útján, és pontosan ahogy mondod, hogy én abból, amit élményanyagban ki lehetett szedni, azt nagyjából már kiszedtem, azt gondolom, ha nagyon kéne, akkor biztos meg. Bár mondjuk ez se feltétlenül igaz, mert tehát ezen nyugtathatod magad, hogyha nagyon kell, meg tudod csinálni, de azért 10 év alatt változik annyit az ipar, bele lehet tanulni, mindenbe bele lehet tanulni, akárhány évesen is, tehát hogy az én anyám az 56-7-8 éves volt, amikor elkezdte a Cser kiadót, ami mind a mai napig is a mi családi cégünk. De hogy ott volt egy olyan pont, amikor én azt gondoltam, hogy most én nekem nem, tehát pont a konfliktus kerülés miatt, hogy most én nem akarok húzakodni azokkal az emberekkel, akikkel korábban együtt dolgoztunk. Nyilván némi feszültség így is akad, de hogy akkor a legegyszerűbb egy kicsit arrébb sétálni, és ezt így kezelni. És az azért jó, mert akkor jönnek új dolgok az életedben. Nem mintha azt gondolnám, hogy mindenkinek ezt kell csinálni, tehát hogy nyilván van, aki meg pont attól boldog, hogy egy szakmát jól kitanul, és akkor utána azt csinálja, és amikor az már rutinná válik, akkor esetleg egy olyan hobbit mellé vesz, mint ahogy hány ilyet látunk, ami már nem szakma, meg nem pénzkeresés, hanem tényleg már csak egy hobbi, és akkor azt teszi teljessé az életét, a szakmája az meg már csak úgy megy a maga útján, ez is egy tök jó dolog. De egyébként ez tök érdekes, amit mondtál, mert hogy szerintem sztereotíp megközelítésben ez a dolog, hogy mondjuk leteszed a koncertszervezést, vagy hátrébb lépsz bizonyos olyan dolgoktól, amiket mondjuk azt, hogy a fiatalsággal azonosítunk, ez tulajdonképpen a konformista szemléletnek tűnik, vagy annak, ami mondjuk nem olyan vonzó, vagy nem olyan izgalmas, miközben a másik olvasata az pontosan ez, hogy nem ugyanazt a sztorit ismételgeted még 10, meg még 10, meg még 10 évig, hanem belevágsz valami újba, ami azokat a szellemi kihívásokat megadja neked. Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes fordított logika ebben. És ez teljesen nagyon, ahogy mondod, én is abszolút ezt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a maradjunk örökké fiatalok talmi, nem tudom, ígéret, tehát hogy nem sok értelme van, mert hogy azt gondolom, hogy a világ az olyan érdekes, és így se ismered meg a 1%-át se igazából, tehát hogy vagy semennyit se, tehát hogy így is egy igazán pici apró töredékét tudod csak megismerni, és hogy ez például akkor szokott eszembe jutni, amikor így felmerül ez, hogy mennyire fogalmam sincs nekem se arról már sokszor, hogy mi az, ami most trendi mondjuk zenében, vagy mik a legújabb. Pláne, még a popba még csak-csak, mert hogy ott már lassan a gyerekeim ugye hozogatják elő a ügyeket, tehát hogy ott még úgy, ahogy, de hogy például a rockban már fogalmam nincsen, hogy mi a menő mondjuk most a 10-20 évesek körében, pláne külföldieknél, de hogy azt gondolom, hogy most miért kéne nekem pont képben maradni? Tehát, hogy ez nem az én dolgom. Hát ott vannak ők, jobban is csinálják, fontosabb is nekik. Én viszont egy csomó olyan dolgot tudok csinálni is, meg talán még jó is lehetek bizonyos dolgokba, amihez meg kell az az élettapasztalat, meg kell az a kor, meg nem tudom, mert hogy nem feltétlenül vennének komolyan másképp meg. Tehát, hogy mindenkinek megvan ebbe a maga dolga, és hogy én nem hiszném, hogy nekem például az lenne a dolgom, hogy próbáljak továbbra is a 10 évesekhez szólni.
és hogy abban a szubkultúrában megmaradni tényezőnek, ami egyrészt egy idő után szerintem ilyen nagyon nevetségesé is tud válni. Másrészt meg hát tényleg azt egy csomóan jól csinálják, akiknek az a dolguk, és tökre kívánom, hogy majd ők is aztán találják meg, mint hogy meg is fogják, mert úgyis mindenki megtalálja maga útját általában később is. És hát millió izgalmas dolog van, amivel lehet foglalkozni. És tényleg, még így is olyan keveset fogunk megismerni a világból. Például az egyik ilyen izgalmas dolog, vagy lehet neked, hogy énekórára jársz. Igen. Azt is 40, nem tudom hány évesen kezdtem el. Már ugye bőven az ördögbe benne voltunk, és akkor felmerült, hogy a Bálint, a Bokodi Bálint, aki ugye szintén ennek a körnek, ennek a budapesti underground, ő azért jó 11 párral fiatalabb mondjuk nálam, de hogy azért még valahol még pont, tehát már a felnőtt generációjába tartozik, és hogy ő egyébként milyen jó énektanár, és hogy hozzájárt egy csomó mindenki a Knapposzitól kezdve, ha nem tudom, tehát hogy kimondottan ilyen típusú embereket tanít, és akkor azt mondtam, igen, hogy hát figyelj, most már nekem nem nagyon kell bizonyítanom magam előtt különösebben azt, hogy de, tehát előtte is néha felmerül, de akkor az ember ezt ugye lesöpri azzal, hogy figyelj, én nem akarok a hibáimmal szembesülni, én hadd higgyem el azt, hogy már pedig még ha technikailag nem is jó, amit csinálok, de látod, mégis van közönsége, tehát akkor hadd éljek abba a buborékba, hogy ez ha nem is jó, de legalább egyedi vagy, szóval van, és hogy a pozitívumaira koncentráljak, és aztán utána azt gondolom, hogy el tudsz oda jutni, hogy miért ne szembesülhetnék a hibákkal, miért ne nézhetném meg felnőttként, hogy ezt hogy is kellett volna csinálni, meg hogy is kellene, hogy van ez igazából helyesen. És tök jó, és azóta is szorgalmasan minden héten megyek. Mióta jársz akkor? 4-5 éve talán valahogy. Aha, igen. És skálázgatunk, és nem tudom, és tök érdekes, mert még ilyen hörgő gyakorlatok is vannak, amit sosem gondoltam volna, hogy ezt iskolában lehet tanulni, hogy kell az álhangszalagot használni. Bevallom, nagyon sokat gyakorolni persze nincs időm, tehát hogy arra, hogy én mondjuk tényleg igazán technikailag nagyon jó énekes legyek, ahhoz azért kéne gyakorolni minden nap biztosan 1,5-2 órát, erre nem nagyon van időm, tehát ez inkább csak az történik, hogy akkor, amikor ott vagyok az órán, akkor kicsit így lehet felfrissíteni, nyilván vannak koncertek, azért ott annyiból biztos látom a hatását, hogy kevésbé rekedek be. Most egy ilyen sztorink ugye novemberben, hogy színházi előadásból 3-at le kellett játszani egy nap, úgyhogy 10-kor délben és 2-kor, tehát ugye 20 perces pihenőkkel, és akkor előtt ott nagyon vakartuk a fejünket, hogy hű, ez hogy lesz. De hogy lement, tehát hogy azért erre mondjuk mindenképpen például jó egy ilyen, hogy annyira megtanulod kezelni a ordítás versus halkabb éneklést, hogy le tudsz játszani 3 ilyet is. Ez még mindig nem olyan menő, mint mondjuk a konkrét esküvői zenészek. Egyszer volt egy ilyen, az is pár éve, hogy a megint csak a Diabolusban a Lala, a gitárosunknak a céges karácsonyára kértek meg, hogy menjünk-e csak 3 dalt eljátszani a Lala miatt, és utánunk volt egy klasszikus ilyen esküvői duó, és 7:30-kor elkezdték, és kérdeztük, hogy figyelj, meddig fogjátok ezt? Hát 2-3-ig, de ha kell, akkor tovább is, és ezt végig csináljátok, hogy 6-8 órát énekeltek. És válasz volt, persze, hát ez a dolgunk. Úgyhogy azért, aki tényleg profi, az mondjuk ennél is nagyságrendekkel előrébb van. De hogy igen, szóval jó dolog tanulni, abszolút felnőttként is tök jó dolog. Meg hát erről szól a 21. század, nem? Hogy holtig. Most, hogyha a hibákkal való szembesülésnél vagyunk, akkor legyünk olyanok, mint egy jó amerikai film, és megint flashbackeljünk vissza egy kicsit. Amikor elkezdtétek a zenélést a Szabóval, akkor ha jól tudom, te nem csak énekes voltál. Ó, hát sőt, egyáltalán nem is voltam énekes, ugye ez. Én akkor azt hittem, hogy gitáros leszek. Tehát a gitározó sztori az ugye úgy kezdődött, hogy még valamikor ilyen negyedikes általános iskolás koromban kitaláltam, hogy igen, kéne gitározni, és akkor elmentem a Bartók Béla úton, találtunk egy gitártanárt, Sugár György volt a neve, és ő egy ilyen klasszikus hajókon, meg ilyen helyen korábban zenélő esztrád zenész, vagy nem is tudom, hogy hívják, ezt volt, és hát nyilván olyan dolgokat is tanított, tehát, hogy azért nem a konkrét klasszikus gitározás, de inkább ezeket az ilyen táncdal típusú dolgokat, és egy idő után aztán úgy az nekem már nem tetszett, hogy miért nincs rajta a baboskendő, meg hol az AC/DC riff, meg bár még a riff szót nem ismertem akkor, mindegy, és akkor az úgy abban maradt. Aztán gimiskoromban valahonnan kaptam, vagy szereztem egy Muzima Deluxe keletnémet elektromos gitárt,
mindenki nyilván tele van ilyen sztorikkal. És akkor azon elkezdtem bohóckodni, és amikor a Kovács Leventével, aki szintén elsőben volt gimiben osztálytársunk, aztán kiment Németországba, mert az apukája világhírű kézilabdaedző, és ott volt éppen több csapatnál is, vagy egynél, mindegy, nem tudom. És visszajött aztán érettségi után, és tök jó csináljunk zenekart, akkor még az volt, hogy én ott gitározni fogok. Csak aztán nem találtunk énekest, és ilyen rappes szövegeket akartunk, azokat én megírtam, mindig én próbáltam betanítani valakinek, és egyszer csak aztán összenéztek a többiek, és mondták, hogy figyelj, úgyse tudsz gitározni, és úgyse találunk énekest, akkor nem lenne egyszerűbb. És én egy picit még tiltakoztam is eleinte, aztán utána... Hát az ember kapaszkodik abba, amit elképzeltem. Pontosan, de aztán végül is nem bántam meg a dolgot. De ami ebből az egészben a legabszurdabb, meg a legviccesebb, az az, hogy tulajdonképpen, hogyha ha úgy vesszük, akkor életem legnagyobb commerce, nem tudom, sikerét, vagy szóval a legnagyobb ilyen sztoriát, azt amúgy még így is gitárosként értem el, mert hogy a Fresh Fabric leges-leges legkezdetén, 93 tájéken, ha jól emlékszem, volt nekünk egy klipünk, ami lement az MTV-n, a nagy MTV Europe-on, ugye akkor nem is volt még magyar adása a dolognak, ami úgy született, hogy a Levente bátyja, Kovács Péter, filmrendező mind a mai napig, és hogy neki már akkor is ő csinálta például a Sex Appeal-nek a klipjeit, amik nagyon menők voltak, és amiket a holland énekes miatt játszott az MTV, és volt San Franciscóból egy csomó Super 8-assal leforgatott anyaga, és mondta, hogy ha megcsináljuk a Scott McKenzie-nek a San Francisco című dalának a feldolgozását, akkor abból ő össze tud nekünk rakni egy klipet. És akkor én ugye még ott gitározgattam, és volt egy olasz haverunk, szerintem a Szabónak volt leginkább a haverja, egy Franco nevű srác, aki itt élt akkor Magyarországon, vagy ide járt viszonylag sokat, és ő meg egy ilyen klasszikus énekes gitáros valaki volt, aki ezt jól művelte, és szóltunk, Franco, énekeld már ezt el, léci, és hogy én abban egy ilyen nagyon egyszerű kéthangos riffet tologattam, mint gitáros, meg volt egy rebbetétem, amikor egy birkózó dresszben, sipítva fejhangon, nem tudom, reppeltem el 8 sort, és ebből lett egy egyébként nagyon jó klip, mert hogy maga a klip az tényleg világszínvonalú volt, és ez kikerült az MTV-re, akkor kellett nevet választanunk, mert még az se volt, tehát, hogy akkor kellett kitalálni, hogy jó, akkor hívják így a zenekart, és az lement, és tényleg már nem tudom, hogy Paul King, vagy Ray Cox, vagy kikonferált a földre, hogy lement a nagy MTV-n, és ha tényleg a dolgok abszurditását nézzük, akkor azt kell mondani, hogy tulajdonképpen ilyen nemzetközi, nem tudom, sikert, vagy ez persze tökre nem siker, de hogy ilyen, tehát egy ennyi ember sose látta, tehát hogy engem a legtöbb ember egyszerre gitárosként látott, ami egyetlen egy pillanatban történt meg, és utána hiába történt 25 év zenélés, amiben azért volt egy csomó mindenféle szép nagy sztori is, mégis összesen nem látott annyi ember 25 év alatt énekesként, mint akkor egyszer gitárosként. És hát a Fresh Fabriknak a története gyakorlatilag egy ilyen 24 órás versenyhelyzet volt. És nem csak akkor, amikor te voltál benne, hanem aztán tovább gurult ez a történet. Ez így belül állandó adrenalin szint emelkedés volt. Abszolút, abszolút. Hát képzeld el azt, hogy... 7 éven keresztül. Persze, hát volt egy társaság, aki egyébként zenei szempontból halálosan amatőr volt, tehát hogy semmelyikünk nem tudott semmit gyakorlatilag. Tényleg az elején még az volt, ez a kisorsoljuk a hangszereket, hogy a Levente jött a basszusgitárral, hogy figyeltek, én már bármit le tudok kísérni, mert mindenre az egy darab alaphangot oda tudom fogni, ami hogy a D-dur, akkor tudok egy D-t fogni. A Szabó először ugye zongoristának indult, zongorázott is, és ugye szoktuk néha mesélni most már az ördöggel, hogy van a Mint című számunk, aminek az a refrénje, hogyha nekem játszol abba, hagyhatod, ezt az ő apukája mondta egyszer neki, amikor zongorázott benne a szobában, belépett, fiam, ha nekem játszol, akár abba is hagyhatod. És hogy tényleg ez a majd, hogy nem ez a kisorsolt hangszerek, meg hát én is, hogy lettem énekes. Tehát, hogy nyilván a zenei tudásunk az akkor kezdett ott lenni, amikor már a 90-es évek végén, amikor már beszálltak olyan tagok, mint először a Keszei Krisztián, aztán utána a helyére már a Barabás Béláék, akik egyébként tényleg jók voltak a hangszereiken, és hogy iszonyatos ambíció, iszonyatos motiváció, hála Istennek azért nem csak arra, hogy legyünk rockstárok, tehát nem csak az, sőt, nyilván arra is, de hogy azért nem a teljesen üres ilyen celebkedéses csillogásra, hanem tényleg ez a létrehozni valamit, és hogy az így ment át minden falon, de hát nyilván miután tudás meg nem volt hozzá, ezért extra erősnek kellett lenni ennek a motivációnak, meg ennek az állandó magas adrenalin szintnek, meg hát nem is volt meg az a B-opció, tudod, ami mondjuk egy mostani, vagy hát biztos akkori is egy tanult zenésznél megvan, hogy jó, ezt én csinálom, de tulajdonképpen mindig ott van az, hogy én elmehetek profi
a szónak most a pénzkeresős értelmében profi zenésznek ismer, hogy tulajdonképpen egy csomó olyan produkció van, és ez még csak nem is lekicsinlés, mert egy csomó olyan jó produkció is van, ahova el lehet menni nem főhősnek, hanem alapvetően egy alkalmazott zenésznek, ami izgalmas is, jól is fizet, működik is, nem tudom. De most nyilván ez nekünk sosem volt meg ez az opció, hiszen messze nem voltunk olyan szinten a zenei tudásunk, hogy a sajátunkon kívül bármit is tudjunk csinálni. Tehát, hogy egy darab feldolgozást nem játszottunk, nem is tudtunk volna nagyon, csak tényleg azt, amit. Még ugye volt a Nerve lemezén a Fresh Fabricnek az a Depeche Mode feldolgozás szerűség, a Question of Time, ami szintén azért alakult úgy, mert hogy nem bírtam elénekelni rendesen, meg nem tudta senki eljátszani, és akkor ez lett belőle, hogy de most már csináljuk meg valahogy, és akkor vágjuk össze, és legyen belőle morgás, meg suttogás, meg nem tudom, meg ezért, tehát tényleg ez a kényszer szült a dolog. És aztán utólag meg persze volt, aki azt mondta, hogy hú, hát ez micsoda eredeti dolog, hogy ez nem egy ilyen klasszikus elénekelt feldolgozás, közben azt szerettem volna, én csak nem tudtam megcsinálni. És hát emiatt ez nyilván így ment. Aztán nyilván az évek alatt már a későbbi projektekkel egyre inkább az volt, hogy azért lett valamennyi rutin, és akkor már sokkal kevésbé ez a motiváció volt, hogy de nagyon meg kell mutatni. Remélem, hogy ennek azért nem az a vége, hogy aztán a végén az ember teljesen beleszürkül ebbe a, nem tudom, a alkalmazott zene, hogy jó, most már igazából elég csak úgy elénekelgetni, mert már el tudok énekelni egy feldolgozást is, tehát akkor tulajdonképpen játszhatnánk azt is. Akkor valószínűleg jót is tettek veled, hogy kiraktak? Aha, persze, tehát, hogy ezek mind ilyen komoly jellemfe. Én abszolút azt gondolom, hogy jól alakult minden, ami alakult. Ugye annak ott az volt a sztoria, hogy még gyermeki dac, vagy nem tudom, hogy én mondtam, hogy Pityesz akkor már állandó vendégként szerepelt, mert hogy először volt ugye a Somlai Tomi, a DJ Fixti, aki vokálozott, vagy énekelt mellettem, meg ő ugye scratchelt, és aztán amikor ő kiszállt, akkor kellett egy második hang, és a Neurotrend volt akkor a turné állandó vendége, és a Pityesz megjött, és tök jó megcsinált, és akkor felmerült ez, hogy jó, de hát akkor legyen már fixen két énekes. Én meg azt azért nem akartam, mert hogy akkor jaj, akkor most ki lesz, tudod, a szemétdombonak a kakas, hogy ezzel nem akarok megosztozni gyakorlati okokból is, meg presztízs okokból is, és az a bedobtam, hogy jó, akkor én nem jövök, tudod, és azt hittem, hogy majd nyilván, majd úgyis az lesz, hogy másnap szóval, de gyere már, tudod, de nem. És így tényleg ez volt, hogy egy mit tudom én keddi vagy szerdai napon én azt mondtam, hogy picsába akkor én nem jövök, és pénteken volt koncert, és ültem otthon, és így vártam, hogy na most már biztos megjönnek, tudod, és már biztos tudálni fognak a ház előtt, hogy itt vagyunk, gyere, tudod, és ezért érzed az órádat, 4 óra, nem, 5, 6, 7, 8, 9, á, most már nem jönnek, tudod, 8 óra el volt, most már nem jönnek, és akkor gyakorlatilag akkor még talán, ugye volt már net, de még nem volt ez, hogy a Facebookon nézett, hogy na és akkor tudod, megvan-e a koncert, ki fölrakott-e valaki videót, mi történt. De hát az valahogy azért, hogy másnapra tudatosult, hogy igen, ez valószínűleg lement ez a koncert, vagy egy-két nappal később, legkésőbb, és akkor így az volt, hogy ja, hát akkor ezek szerint ez történt. Még lehetett várni, bocs, mindjárt várom a kérdést, csak még egy pár napig ugye még lehetett várni, hogy hát, ha ez csak egy ilyen izé volt, és majd nem szóltak, és tényleg eltelt egy bő hét, és akkor így az volt, hogy ja, hát akkor oké, hát akkor ez volt. És akkor egyébként te valakitől visszahallottad aztán, hogy te figyelj, nem voltál ott, de azért jó volt, vagy volt egy ilyen... Persze. Tehát lehet, hogy most arról az első, nem is tudom, Paks, vagy lehet, hogy Paksom volt az utolsó, amit még lejátszottuk, vagy nem, mindegy, szó, hogy az a... Arról lehet, hogy nem, de hát utána hogyne, persze. Tehát, hogy nyilván az ember, és ez is például egy nagyon jó lecke volt, hogy az ember azt gondolja, hogy ja, hát ha én nem vagyok ott, akkor megáll a világ. És aztán rájössz, hogy hát nem áll meg a világ, megy az tovább, sőt, még jobb is lett, mint amilyen az nyilván kellett hozzá egy-két év, amikor már kijöttek ugye a következő lemezzel, ami tényleg jobb lett, mint amit együtt csináltunk, tehát én is azt gondolom. És hogy ezzel úgy szembesülnöd kell, hogy nem, hát ez nem rólad szól ez a világ, hanem és aztán azzal is szembesülnöd kell, hogy és amikor megcsinálod az újat, akkor hiába volt ott az előző koncerten még, aminek te is a részese voltál, mit tudom én, sok ember, de hogy az újadon meg nem lesz ott csak 40, vagy akármennyi, nagyon kevés, és hogy azt úgy tényleg előről fel kell építeni az egészet, és ez mondjuk például olyan szempontból is jó volt, hogy aztán amikor lett a ennél már jóval kevésbé viharos ördög, vagy szuperbotból ördögváltás, hogy ott már nem kell arra számítani, hogy majd, és ott teljesen le is cserélődött egyébként a közönség, vagy 98%-ban ott is, de hogy ott azt már lehetett tudni, hogy igen, ez így lesz, tehát, hogy az ezzel jár, hogy akkor ez egy vadonatúj sztori, mint ahogy most ugyanezt látjuk az Isten hát a mögött nagy úr viszonylatban például. De nem baj ez. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem baj. Mert pont az a jó, hogy ilyenkor úgy meg tudsz szabadulni az összes korábbi elvárástól,
és egy kicsit úgy megint újjászületsz ezzel, hogy van valami új, amit úgy el kell kezdeni előről megalkotni, és nem kötnek gúzsba a régi dolgok. És valljuk meg, ugye hála Istennek ebben az undergroundon meg annyi pénz sose volt, hogy csak azért megérje neked a 20-25 évvel ezelőtti dolgaidat csinálni, mert a megélhetésedhez az kell, mert arra így se úgyse elég, tehát hogy tök mindegy. És aztán hogy volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy oké, a zenélés az itt van, és nyilván marad is, mert az azért most akármennyivel hát most lejjebb van, de azért nem nagyon látom, hogy azt úgy elengednéd, nem, de mégiscsak legyen tehát most azért, ha jól gondolom, akkor a könyvkiadózása igen, a fő igen, profil. Abszolút. Tehát az azért viszonylag hamar kiderült, hogy önmagában a zenélés, mint színpadon álló, nem tudom, éneklő ember, az megélhetéshez kevés lesz, tehát hogy ezt nagyjából a pont így 2000 tájékán, amikor így számomra véget ért a Fresh Fabric, akkor azért ez úgy nyilvánvalóvá vált, mert ott még lehetett volna magunkat azzal áltatni, hogy oké, most vagyunk 28-29 évesek, és akkor ez majd még egy szintet lép, és még egyet, és akkor majd lesz belőle megélhetés, de hát akkor nekem nyilván miután előről kellett kezdenem a dolgot, akkor és korábban sem volt megélhetés belőle, akkor az úgy nem is nagyon volt kérdés, hogy az nem lesz az. De hogy azért én akkor is bedolgozgattam ugye a könyvkiadóba, csak akkor még inkább csak ilyen mechanikus dolgokat, hogy mit tudom én képeket szkennelni, mert akkor még úgy kellett a képeket, nem kaptad meg készen a nem tudom Google Drive-on, hanem akkor fotó szkennelés akármi. Szóval, hogy ilyen alkalmazott munkákat azért oda mindig tudtam csinálni, meg akkor végeztem az egyetemen is, ugye 99-ben. Akkor már úgy hozni kellett nyilván egy döntést, hogy mi lesz, és annyira azért el tudtam engedni a civil életet, vagy bele se kezdtem, hogy mondjuk nem mentem el, ugye jogot végeztem, de hogy nem mentem el már ügyvédbojtárnak sem, hogy aztán szakvizsgázzak, és azt úgy félre tudtam tenni ezt a dolgot, de hogy alapvetően mindig is volt mellett a civil munkám, tehát hogy nem nagyon merült fel soha az, hogy önmagában ebből megért, és azt is mondom, nem is volt a minta se meg hozzá, mert hogy közülünk senki nem volt olyan, aki mondjuk zenét, tehát hogy például ott volt ugye a mi nagy konkurenciánk kutyamacska barátsággal a Warpix a 90-es években, akik tök jó fejek meg minden, csak nyilván akkor a konkurencia miatt ez a szerettük is egymást, de azért ahol lehetett oda fricskáztunk a másiknak, hogy ott azért például mondjuk a Bálint, Kátos Bálint, a basszusgitáros, ő egy zenész családban nőtt fel, ahol tehát nyilván ég és föld volt az ő tudása, amilyenhez képest eleve is. Másrészt meg mondjuk neki például ott volt az a mintázat, hogy igen, ez az életút, és hogy ahogy a tesója is, meg nem tudom, tehát hogy ő neki volt ilyen választási lehetősége, hogy ő igen, meg tud ebből élni, nekünk nem. Tehát, hogy nekünk az volt, hogy ezt vinni kell tűzön vízen keresztül, aztán utána vagy lesz belőle ez a népmesei, egyszer csak beüt a dolog, ami nyilván utólag visszanézve tök irreális, és persze, hogy nem lesz, hála a jó Istennek különben, mert annál nagyobb átok szerintem nincs is. Ez mondjuk Amerikában meg tud történni, vagy még esetleg Németországban is, meg Angliában, tehát nagy piacokon még lehet ilyen. A dolog nyilván egy ekkora kis piacon azért ez nehéz, és hogy valahogy mindig ott volt mellette, és aztán valahogy felzárkózott mellé ez a koncertszervezés, tehát hogy akkor ott egy jó évtizedig ment ez, hogy tulajdonképpen a zenéből lehetett megélni, csak nem a saját zenekarból, hanem minden másból, ami körülötte volt, főleg ugye ez a külföldi zenekarok hozása, és aztán utána a helyet meg amellett zárkózott most fel, vagy nem tudom, jött ez a írott kultúra az elmúlt most már bő évtizedben. És aztán ki tudja, mert egyszer ennek is vége lesz, hanem is magunk miatt feltétlenül, de hogy ebbe most nem érdemes belemenni, de hogy nyilván a könyvkiadás sem örök. Mindenképpen menjünk bele, hiszen szerintem ez az egyik kedvenc témát, hogy persze. Hogy fogja megölni a könyveket, az internet, meg a Google fordító. Igen, hát ezt ugye Győzővel most egészen testközelből látjuk, hiszen nyilván elárulhatjuk a nagy közönségnek, hogy ő fordít, illetve hát végül is pont ez az érdekes módon fordítja most a Giannis NBA sztár, sose tudom kimondani a vezetéknevét. Giannis Antetokounmpo. Igen, életrajzi könyvét, és hogy itt már ugye pont az van, hogy annak már lehetett egy gépi alapot nézni, ami önmagában nem alkalmas nyilván még arra, hogy tényleg olvasói fogyasztás legyen belőle, de hogy érdekes, hogy azért ez milyen rohamléptegő fejlődik. Nem gondolom, hogy most ebben nagyon mélyen érdemes belemenni, hogy az üzleti modell majd, és hogy lesz az Amazonból könyve, Spotify, és hogy nem darabra fogjuk venni majd, hanem a havi előfizetéssel a dolgokat, de hát látjuk, hogy minden ebbe az irányba mutat ebben az iparban is, és ebből a szempontból egyébként a kis Liblingem, ugye a Jövő Zenéje podcast, amit egy éve kezdtünk el, abban egy csomó ilyen tök jó tapasztalat van,
hogy és amikor az oktatásról volt szó, akkor a szakértő meséli, hogy ami már szintén közhely, hogy a mai ismert szakmák 80%-a 20 év múlva nem lesz, viszont az akkoriak 80%-áról most még nem tudjuk, hogy micsoda, mert hogy vadi új, és hogy vadi új képzések is, hogy most a héten a második évad első adásában egy űrjogász, egyébként a Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk, és ő is meséli az adásban is, hogy ősszel indul egy új képzés, amit valami 13 vagy 17 egyetem közös, magyarországi egyetem közös képzése, mert hogy már mindenki csak egy picit tud hozzáadni, mert kell egy kicsi fizika hozzá, egy kicsi jog, egy kicsi nem tudom, akármi biológia, és hogy ez az egész ilyen űrmérnök képzésben is az van, hogy a hagyományos képzések már nem nagyon állják meg a helyüket, hanem így mindenki egy picit belerak, tehát hogy igazából most már tényleg nagyon nehéz arra készülni, hogy akkor neked van egy szakmád, és akkor az így jó lesz 30-40 éven keresztül, de ebben meg az a jó hír, hogy alapvetően mégsem arról van szó, hogy te elveszted a munkádat, hanem arról van szó, hogy egy csomó részét egyszerűen megoldja helyetted a technológia, és közben az meg tanít neked valami olyat, amit meg te tudsz tovább vinni, tehát hogy szerintem ebben semmi borulátó nem kell, hogy legyen ebben az ügyben, hanem értened kell, hogy biztos ez is meg fog még változni. Hála Istennek, mert akkor még egy csomó újdonságot majd még látunk. Hát egyelőre még kell hozzá használnod az agyadat. Mindig is kelleni fog, tehát azért ez egy alapsztori például a művészetekben is, hogy lehet, hogy a gép az már simán ír olyan zenét, mint amilyet mi írunk, de azt nem tudja megírni, csak olyat. Tehát, hogy ami a te fejedben van, amit te akarsz elmondani, akármilyen minőségedben, azt úgyis csak te fogod tudni elmondani, hiába fest, ír, rajzol, fordít a gép. Hát igen, itt talán az lehet a kérdés, hogy az igény elég lesz-e, tehát hogy a befogadói oldal nem butul-e el annyira attól, hogy egyre kevesebbet kell tennie a befogadásért, vagy a megértésért. Hát én nem, te azt látod a gyerekeiden, én nem. És nem azért, lehet, mert hogy... a társaikon néha láttam. Hát, én még egyébként rajtuk se feltétlenül. Tudod, mit jelent a butulás? Tehát, hogy ugye tudjuk, azt nem mondom, hogy emlékszünk, de hogy tudjuk, hogy már az ókori görögöknél, hogy ugye hogy volt, hogy nem is tudom, Szokratész, vagy ki volt, aki azt mondta, hogy az írás az a legnagyobb ellensége az emberi kultúrának, mert hogy akkor nem jegyzed meg fejből a komplett, nem tudom, Iliászt, meg a szónoklatot, meg a mindent, és hogyha leírod, akkor onnantól az agyad elsorvad, mert akkor már csak fel kell olvasni. Nyilván ugyanez elmondható most először az internet világára, meg a Wikipédiájára, hogy jaj, akkor az elsorvasztja az agyadat, mert nem kell megtanulnod. Nem is szólva a metaverzumról, meg az NFT-ről. Nem úgy tűnik, hogy a világ elbutult volna mondjuk Szokratész kora óta azért, mert elkezdtük használni az írásbeliséget. Nagy valószínűséggel az írásbeliségnek egyébként vége lesz, tehát hogy a információk háttértárolása az már nem feltétlenül írásban fog megtörténni, ahogy látjuk, hanem, de hát miért is tudod, ha belegondolsz, miért is kelljen neked leírnod valamit, amikor meg is tudod mutatni a videóval, meg a hanggal, meg gyakorlatilag előbb-utóbb még lehet, hogy az is lesz, hogy oda is tudsz virtuálisan menni. Tehát, hogy igazából miért kelljen neked könyvekből tanulni a történelmet, amikor persze ez tök utópia, nem tudom, fölveszed a VR szemüveget, és gyakorlatilag oda mész, és megnézed azt a csatát, és megnézed, hogy mi van. Azért arra szerintem a leghardkorabb technika ellenesek is kíváncsiak lennének. Ugye, hogy azt, hogy... Hogy oda menni, és azt ja, látod, persze. És, hát igen, és igen. Most bármilyen szinten, ha megcsalva is az agyadat, de érzékeled, hát azért azt szerintem az egy hát csodálatos vízió. Hát és ha belegondolsz, akkor az, hogy most micsoda trendi lett az elmúlt években, ugye ezek a 19.-20. század fordulóján készült első filmeknek, vagy mozgóképeknek, vagy 20. század elejé mozgóképeknek a kiszínezése, megcsinálása, és hogy az már tényleg olyan, hogy te most ott sétálsz az 1908-as Párizsban, és majdnem olyan érzés, hát innen nyilván az egy számítási kapacitás kérdése, azt gondolnám, hogy ezt 3D-be is úgy rekonstruált, hogy már ott is érez magad. Már nem biztos, hogy ennek az adásnak a témája különben. Dehogy nem, minden a témánk. Viszont ha már könyvkiadó, mindig felötlik bennem a kérdés, hogy mikor fogsz írni egy könyvet? Ó, hát igen. Ez egy jó kérdés. Kéne hozzá idő igazából.
Egyszer elkezdtem egy ilyen nyilván zenei sztoris akármit, és valahol 2003-4 körülig el is jutottam benne, csak aztán valahogy félretevődött, és azt azért úgy jó lenne egyszer folytatni. Ugye ezt nem is tudom, ki mondta ezt a dolgot, hogy azért egy könyve mindenkinek van, a sajátja, tehát hogy tulajdonképpen a saját életét azt mindenki izgalmasan tudja prezentálni, mert mindenkinek történtek izgalmas dolgok az életébe. Valóban mondjuk ezt az egyet, azt lehet, hogy nem lenne baj egyszer úgy megcsinálni. Abban nem vagyok egyébként biztos, hogy, tehát, sőt, abban biztos vagyok, hogy nekem ahhoz nem nagyon van tehetségem, vagy egy képzelőerőm, hogy mondjuk másoknak a fejébe bele tudjak helyezkedni. Tehát fikciót én azt gondolnám, hogy ha meg is tudnék tanulni írni, az jó nem lenne annyira. Ugye ez az örök vita, amit mindig szoktam mesélni, hogy a feleségemmel mindig szoktunk ezen, hát inkább csak évődni, mint valóban vitatkozni, hogy mit nézzünk mondjuk a sorozatba vagy filmbe, és ugye ő mindig azt szokta mondani, hogy ú, de jó, ebben van sárkány meg elképzelt lény, és akkor én meg azt mondom, hogy minek nézzek én olyan dolgokat, ami a világon nincs, amikor a valódi világ is olyan érdekes, ahogy már itt mondtuk, hogy annak se fogom megismerni a töredékét, se hát miért pazaroljam az időmet olyanra, ami egyébként nincs, és erről meg azt mondja, és az is tök jogos, hogy minek pazaroljam az időmet olyanra, ami van, az már van, azzal nem kell a világot előrevinni, amit viszont még csak elképzelünk, attól megyünk előre. És hogy szóval a lényeg az, hogy a fikciós dolgokban én valószínűleg sokkal kevésbé lennék jó, de az, hogy legalább a saját sztorikat dokumentálni, az nyilván nem lenne baj. Meg lehet, hogy ilyen szociográfia, amit egyébként imádok is, mondjuk a Moldovának a riportkönyveit annak idején, lehet, hogy olyanból is tudnék használatot csinálni. Hát lehet, hogy majd a következő évtizednek majd a nem tudom, ez lesz az egyik projektje, reméljük. Ha már így mondod ezt a világ megismerése dolgot, akkor szerintem azért sokan meglepődtek, amikor a Lángoló podcastokban a jövő zenéje indult el, ami valójában ugye nem a zene. Igen, tehát igen, de igen, itt igen. Azt végül is valahol azt mondom, hogy félretetted, és helyette jött az a típusú érdeklődés, hogy miről szól a jövőnk. Igen. Ez a világ megismerésének, amit az előbb mondtál, annak a folyamánya, vagy ez mondjuk akár visszacsatol a gyerekkori, a kalandos részhez? Mindenhez. Tehát, hogy azt olvastál? Mindenhez igazából, bár érdekes, mert egyébként például én nem vagyok egyáltalán sci-fi rajongó sem, tehát hogy pont emiatt én még a Csillagok háborúja a sorozatot sem nagyon szerettem, a klasszikus hármat láttam gyerekkoromban, de hogy azon kívül, tehát hogy pont emiatt a fantázia hiánya miatt igazából, tehát arra rácsodálkozni, hogy mi minden van, ami már van, és aminek logikus folyamányaképpen lesz majd egy csomó következő dolog, az iszonyú izgalmas nekem, de az, hogy elképzelni olyan dolgokat, amik nincsenek, és egyelőre nem is vagyunk a közelébe, hogy megvalósulhassanak, az például meg egyáltalán nem mozgat engem. Maga ez a sztori, ennek egyébként van egy ilyen gyakorlati oldala is, hogy annak idején a Rádió Caféban csináltunk egy műsort még a két Gergővel, Tóth Gergővel, meg a Trócsányi Gergővel. Ez egy Rock Café című műsor volt, ahol eleinte szintén zenés vendégek voltak, aztán egy idő után az úgy kicsit kifulladt, meg nem volt már érdekes, és elkezdtünk hívni olyan embereket, akik valami izgalmas dolgot csináltak, a Perzsa expedíciós, nem tudom, vezetőtől a hidrogeológusig, aki pont a Tóth Gergő apukája egyébként. És az volt, hogy a zene az ment a Slayer meg a Pantera, de hogy közben ilyen interjúk, és annyira szerettük, hogy egy kicsit itt is ez jött nekem vissza, hogy az elején a jövő zenének ugye az első adásai még azért zenéhez kapcsolódnak. Ugye lesznek-e virtuális koncertek, meg hogy lesznek ezek, meg nem tudom, aztán utána kicsit elkalandoztunk innen. Üzenem az NK-nak, hogy kompenzáljuk másik podcasttel, ami zenéről szól, tehát hogy ez így most már tényleg a mi kis játszóterünk lett, de hogy valóban ez nem zenéről szól már egyáltalán, de tök inspiráló, tehát olyan izgalmas emberek mesélnek olyan izgalmas dolgokat. Még azt hadd reklámozzam, hogy holnap fogjuk például fölvenni, jön a Magyar Dexter, egy olyan szintén egyetemi tanár, aki ugyanúgy vérnyomokból rekonstruálja, nem tudom, és majd a bűnüldözésnek a 21. meg 22. századi módszereiről fogunk beszélgetni. Tehát, hogy egy csomó olyan megint ez, hogy egy ilyen picikét rálátsz olyan területekre is, amire az csak tátod a szát, hogy úristen. És akkor utolsó kérdésnek, hogy még szintén ide kapcsolódjuk, találjátok ki, ami holnap után a felvételhez képest, tehát most február 16-hoz képest, holnap után megy majd ki a mezőgazdasággal foglalkozó adás. Sose találjátok ki, hogy Európának melyik a legnagyobb banántermelő országa. Mondd rá a legnagyobb hülyeséget, ami eszedbe jut.
Izland. Az. Nem mondod. De. Ugyanez történt velem is az adásban, pontosan a gejzírekkel fűtik, és hát feltehetően ez ugye azt jelenti, hogy, hogy amúgy banánt nagyon nem termelnek, mert hogy a természetes éghajlat az valószínűleg még Máltán se elég jó hozzá, gondolom, bár ott még nem voltam. Viszont ha Izlandon termelnek mondjuk nem tudom 100 tonnát egy évben, azzal már piacvezetők tudnak lenni, és még van is rá külön szavuk kolbászgyümölcs, izlandiul nem tudom elmondani, de hogy ezt meg egy kedves fordító barátunk kollégánk mesélte. Szóval hát ilyen sztorik jönnek elő ebbe a podcastbe, és ez tök jó. Hát kedves hallgatóink, tanuljatok ti is az elmezőgazdaságról. A jövő zenéjével mi a Vantit Podcast voltunk. Köszi, hogy hallgattatok. Köszi, Andris, hogy eljöttél. Én köszönöm. Jövünk nem sokára. Szevasztok. Hello. Stock. Sziasz. Stock. Egy plusz kérdés csak, hogy állsz a zenei fejlődésedben? Mert hogy neked egy újabb zenei fejlődésed kezdődött el. Jól, azt gondolom, imádom csinálni ezt az akusztik dolgot, ami van, ha erre gondolsz, vagy nem? A gyerekeim zenei fejlődése, ó, hát az, hát ugye ez, igen, tehát ott az van, hogy ők kezdik most már beerőszakolni azokat a dolgokat, amiket ők hallgatnak, ettől egy picikét képben kerülök a modern popzenében, tehát Dua Lipát most már tudom, hogy ki meg milyen, de szerintem őt el is megyek megnézni a szigeten, hogyha úgy lesz. Hát tudod, szerintem te is így vagy ezzel, meg ti is, nem? Hogy hát egy öreg emberként már azt mondod, hogy igen, hát ezt is hallottuk már, de egyébként ettől még jó. És könnyű megemésztened, hogy az, amit te szeretnél szívedből, az nem annyira működik nekik? Igazából nem gondolom, hogy tehát egyrészt én nem tudom, hogy mit szeretnék én szívemből, tehát hogy nyilván nagyon rég nincs már meg ez a harcos mindent, hogy már pedig ilyen zenét kellene a világnak hallgatni, hallgasson a világ milyen mindenféle zenét nyugodtan. Legyen annyi ember, aki az enyémre is, vagy a milyenkre is kíváncsi, hogy tudjuk csinálni, aztán ez pont elég is. De másrészt meg mondjuk pont az a jó, hogy ők annyira, én sosem utogattam a sajátomat, amúgy se szoktam, tehát, hogy ismerősöknek, se családnak, se senkinek, de hogy azért ők úgy valamennyire erre maguktól rátaláltak, és a nagyobbik lányom, Juli, aki még mindig csak 9 persze ő is, ő már mindig reklamálja, hogy akkor mikor jöhet ő is énekelni, meg mikor jöhet ő is majd koncertezni, és a múltkor már énekelt is egyet a, nem tudom, Szigetmonostoron a régi Modi Presszó sarkában. Szóval, hogy még azt is megkapom igazából tőlük, hogy de azért az, tudod, most még, aztán majd kamaszok lesznek, akkor majd már ciki lesz, de hát annyi baj legyen ez a világrendje. A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!